A hőlégballonozás a hazai sportrepülés legfiatalabb, de egyben az egyik legeredményesebb sportága. Fantasztikus élmény nyújt a kosárban a felhők között piruettezőknek, de lentről, a földről is csodálatos látvány, ahogy a magasban ringatóznak a nagy ballonok. Szeged határában járunk, ahol egyszerre három hőlégballon versenyt is rendeznek a héten. A Közép-Európa Kupa és a Magyar Bajnokság mellett első alkalommal írtak ki Európa Kupát kizárólag nőknek. Ez utóbbi mezőnyében egy magyar versenyzőt is találunk. Több mint 20 éve keveredtem a hőlégballonozás közelébe. Először csapattagként jöttem, megfigyelőként minden csapathoz, még nem volt GPS, ami rögzítse az eredményünket, be volt osztva egy ilyen megfigyelő, és az hitelesítette az eredményeket, meg a célokat, amiket megadott a versenyző. Utána bekerültem a győri csapatba, és ott navigátorként repültem sokáig, és utána lettem én is pilóta, és az volt a versenyző. A mostani viadalon valamennyi hőlégballon 10-szer emelkedik a magasba. Naponta 2-szer szállnak fel a versenyzők, mindannyiszor napkelte után és napnyugta előtt. A felszállások során különböző feladatokat kell megoldaniuk a pilótáknak. A mai napon 2 feladatot kell végrehajtani a versenyzőknek, egy úgynevezett bíró által meghatározott cél, és egy továbbrepülést. A bíró által meghatározott cél azt jelenti, hogy itt közös felszálló terület van, ki van jelölve egy pont, ami körülbelül 3,5 km van innen, oda kell repülni, ki van téve egy célkereszt, ledobják a szalagokat, lemérik a távolságot, aki a legrövidebbet dobta, az nyer. A továbbrepülés pedig azt jelenti, hogy mielőtt dobják ezt a szalagot, előtte meg kell határozni saját maguknak egy koordinátát, amit el kell, hogy érjenek, és szintén hasonló módon a távolságot ellenőrizzük. De szálljunk is fel, irány a magasba! A hőlégballon csak korlátozottan irányítható. Nem lehet vele jobbra-balra kanyarodni, a szakképzett pilóta a magasság változtatásával befolyásolja a repülési útvonalat. A különböző magasságokban ugyanis más-más irányú és erősségű légáramlatok vannak, ezeket meglovagolva kell mozgatni a járművet. Tulajdonképpen az emelkedést és a süllyedést tudod irányítani, ami tőled függ, az összes többi az a szélirányoktól, a levegő mozgásától, és meg kell keresni azokat az irányokat, amik neked kedvezőek. Igen. Tehát onnan tudod, hogy változik az irány, hogy egyébként amikor az áramlással együtt mész, akkor szélcsend van a kosárba, mert ugye együtt mozdulsz a levegővel. Amikor viszont érzed azt, hogy fúj a szél, az azt jelenti, hogy valamilyen irányba megindult a valamit, kaptál mondjuk egy szélnyírást, egy irányváltozást, és amikor a balon nem követi, nem veszi föl a szélnek a sebességét, addig érzed a szél áramlását. A hőlégballonozást bárki elkezdheti. Aki megszerzi az ehhez szükséges jogosítványt, a szakszolgálati engedélyt. A tapasztalt pilóták szerint, akit egyszer beszippant az élmény, az utána mindig a magasba vágyik. A gáznak az illata megcsapott, az nem nagyon tudja ereszteni ezt a sportot. Felszabadító érzés, felemelő érzés szó szerint is. A természettel tudunk itt kölcsönhatásba kerülni, úgyhogy ez a lehető legjobb érzés.